Sziasztok, újra itt vagyok. Különben Nana vagyok, hogyha valakinek nem lenne még világos az, hogy én mire fel osztom itt az észt ezen a csatornán. Volt jó pár évvel ezelőtt egy interjú, ami velem készült még a Csajok a motoron indulásakor, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor azt hallgassátok meg. Most ismét nem motoros témával jöttem, hanem megint a fogszabályzó. Viszont a videó végén ki fogom sorsolni azt a szerencsés nyertest, aki a múltkori zorallos videó alapján feltett kérdésre jól válaszolt. Összesen 3 ember játszott, úgyhogy mind a 3-oknak esélyt adok rá, hogy nyerjenek, de ennek még egy kicsit odébb van az ideje. Szóval, ahogy a múltkori videóból már kiderült, 4 hónappal ezelőtt elkezdtem egy fogszabályzó módszert, aminek az a neve, hogy dentozófia. Most voltam másodszorra kontrollon, 2 havonta kell visszajárni, ami igazából annyival jár, hogy újra beszkennelik a fogsoromat, és akkor összevetik azzal az eredeti állapottal, ahonnan indultunk. És most volt a második ilyen alkalom. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen jól haladunk. Soltész Nagy Tamás, a dentozófus, akihez járok, nagyon lelkes volt, hogy mennyire jó eredményt értünk el ennyi idő alatt. Igazából azt mondta, hogy mindez nekem köszönhető, mert hogy nagyon lelkes vagyok, és rendesen hordom az aktivátort. Ez így is van egyébként, tehát én nagyon szeretnék eredményt elérni, és én is nagyon örülök annak, hogy 4 hónap alatt már ilyen jól alakulnak a dolgok. Készült néhány felvétel, amik azt mutatják, hogy egyrészt, hogy a szkennelés után mit lát a műszer. Ezzel így jók vagyunk. Na, itt például, itt ugye szélesedik az ív, 3-10 mm-rel most már itt kijebb van ez az őrlőfogad. És megyünk a következőre. Hát igen, azok ezek a koronák. Pont az a 2 a korona. Ez itt 0-17. Látom a 6-osod. Ez is valahol úgy lesz szerintem. Na. Ja, a 16. Hát ez brutál tényleg. Másfél milliméter. Az 4 hónap alatt. Ez a fogam egy olyan, hát nagyjából ilyen másfél milliméterrel állt kijebb, mint a sorban mellette levők, és befele is be volt nyomódva a sorba. És emiatt már hozzáért a szájpadlásomhoz, és azt ott rágáskor nagyon irritálta. És hát ahogy itt látszik most is,
teljesen beállt a sorba, így is. Már alig van egy kevés eltérés, és a magassága is teljesen visszament. Hihetetlen módon változik a fogsorom. Elkezdtek szimmetrikusan elrendeződni. Tágult a szájpadlásom, és elkezdtek beállni a sorba a fogak rendesen, ugyanúgy az alsó és a felső is, és ami még nekem nagyon fontos volt, hogy erre kaptam most visszajelzést, hogy a két fogsorom elkezdett nagyon jól illeszkedni egymáshoz. Ahogy a kezdeti felvételeken az látszik, hogy a hátsó őrlőfogaim nem érintkeztek egymással, most már teljesen az egész sor végig minden fognak van érintkezési pontja, és ez nyilván a rágásnál is egy előny, illetve sokkal kényelmesebb viselni a fogaimat, hogy úgy mondjam. Tamás azt is elmondta, hogy mondjuk egy ilyen láthatatlan fogszabályzóval, vagy akár ezzel a fém húzalos megoldással sem lehet 4 hónap alatt ilyen nagy eredményt elérni, és én is azt gondolom, hogy ez tényleg hihetetlen számomra is. Még azt kérdeztem meg tőle, hogy vannak-e neki olyan páciensei, akik már befejezték a kezelést, és akiknek azt mondta, hogy kész, többet nem kell hordani. Az az érdekes, hogy azt mondta, hogy nincs ilyen. Összesen talán 2 páciense van, aki a második fél évet is elkezdte, tehát még egy aktivátort vásárolt. Általában az első aktivátor után eltűnnek a kuncsaftok, ami ugye lehet amiatt, hogy az emberek megunják a viselését, mivel nincsen utánkövetés, ezért nem tudja pontosan megmondani. Az is lehet, hogy valaki elér egy jó eredményt, és azt mondja, hogy ő már ezt nem szeretné tovább viselni, és akkor minek menjen vissza, ugye? Most egyébként azt mondta nekem, hogy az első helyre léptem a páciensei között eredményesség szempontjából, és ennek nagyon örülök. Talán, hogyha összevetitek egy korábbi videómmal, hogy álltak ott a fogaim, azért már szemmel látható a változás. Szóval ennyit az aktivátorról, és akkor most sorsoljunk. A múltkori viszkis videó végén megkérdettem egy játékot kicsit bénán. Bénán tettem fel a kérdést, de mivel összesen 3 válaszoltak, és mind a 3-ojuknak igaza volt, ezért mind a 3 részt vesznek a sorsolásban, amiben egy Csajok a motoron pólót sorsolok ki. Megírtam a 3 cetlit. Becsukom a szemem, nem nézek oda, és itt a 3 cetli a földön, és az egyiket kiválasztom, mondjuk ezt. Remélem, a sorsolási bizottság elfogadja ezt a módszert. És a nyertes Virág Károly. Írok majd neki itt is, illetve ő is nyugodtan jelentkezzen, hogyha látja ezt a videót, és közben nem értesítettem őt, hogy ő lett a nyertes. Ennyi volt ez a mai videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve kövessétek a csatornánkat, és kapcsoljátok be a csengőt is, hogy kapjatok értesítést, hogyha új tartalom kerül fel az oldalra. És persze kövessetek a Csajok a motoronon, a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon, a Pinteresten, és mindenhol. Sziasztok!